Jó reggelt, sziasztok! Azt hittem, nem tudok ideérni ma, mert lett volna egy havas mentésem, de aztán sikerült elhárítani a problémát, úgyhogy nem is tudom, hogy ekkora hó van. Nálatok úgy mekkora? És szerintem nagy, 30 centi. Őrület, mi van? Úgyhogy engedjétek meg, gyorsan lehörpintem a kávémat, és már indulunk is a mai nappal. Azt hiszem, milyen nap van ma? Ma péntek van, atya úr, azt hiszem, csütörtök. Az tök jó. Oké. Na, még egyszer sziasztok, és akkor neki dugranunk a mai tréningnek, hogyha már péntek van tényleg, mert holnap is összeírtam egy jó témát, viszont akkor ezt is leadom, mert kell. Úgyhogy ez ma ilyen dupla tréning lesz. Szia, Laci! Sziasztok, jó reggelt! Na, szóval, én azt látom, hogy ha ugye teremtés tréningről van szó, 37. videónál tartunk, remélem nézitek elejétől, mert igazán nem azt mondom, hogy egymásra épül, de akkor értitek meg, amit szeretnék így mondani. Tényleg benne vagyunk a folyamatban, és azt látom, hogy már többen is, akik csatlakoztak ehhez a rendszerhez, önállóan elkezdtek előadásokat tartani, mint itt a Laciék is például, a Demeti Biék is tartanak már előadásokat az ő cégükkel kapcsolatban. A lényeg, amit szeretnék mondani, hogy ezzel a módszerrel több dolgot meg lehet csinálni. Az egyik az, egy csomó olyan embert vonzunk magunk köré, akik figyelnek ránk valamilyen szinten. Itt is van szórás, mert köztetek is van egy csomó olyan, aki lehet, hogy egy-két videót megnézett, vagy lehet, hogy csak úgy hirtelen ötletből bejött ide ebbe a csoportba, aztán el is ment, vagy nincs is itt. Tehát ebből a úgymond tömegből, ami ide kezd ki, tehát kijönni körém is, meg úgy körétek is, tudhatjátok, hogy körülbelül 10% az, akivel majd egy magasabb szinten tudtok a ti saját témátokba, vagy üzletetekbe beszélni. Azért mondom, hogy ne keseredjetek el, ha mit tudom én, 8-10 vagytok még, aztán 20-30, mindig a 10%. 10% körülbelül. Minél jobb a téma, minél jobb a összetartás, mesterelmézés, annál jobbak lesznek a számok. De a tapasztalat azt mutatja, hogy olyan 10%, és még ez is cserélődik. Tehát nagy networkerekkel, ha beszélve, mindegyik el fogja mondani, hogy például nemrég beszéltem egy olyan srácra, hogy 400 ezeren vannak a hálózatában, tehát ez elég komoly. És mondja, hogy évente ilyen 100 ezer lecserélődés van a hálózatban. Most el tudjátok képzelni, hogy mekkora szórás, vagy miért van ez? Hát ezért, mert nem veszik komolyan sokan, nem veszik egyáltalán, te tudjátok, hogy nem komolyak abba a témába. Na most itt mindig adj magadnak egy osztályzatot, és hogyha ide mered írni, tényleg adj már magadnak egy nullától tízig, hogy mennyire gondolod komolyan ezt a dolgot. Megmondom, hogy miért kell ezt, és aztán rámenjünk a megértésre, mert az a baj, hogy az emberek azért nem érnek el sikereket, mert nem gondolják komolyan. Vagy ide is belépnek, oda is belépnek, aztán itt se vagyok, meg ott se vagyok. Tehát ez nem egy jó taktika, hanem oké, hogy lehet több üzletet csinálni, mert lehet. Akkor, ha már egyet fölépítettél. De mindenképpen a fókusz az egynek kell legyen. Én is benne vagyok Bitcoinba, benne vagyok táplálékkiegészítőbe, de a fókuszom most a Lysix-re. Tehát a fókusz az, amire legjobban, amit nem tudok kihagyni, amit minden nap megcsinálok, amiről beszélek főleg, az az. Az egy dolog, hogy benne vagyok, de nem szakítom szét az én magamat. Tehát ezt tudjátok. Ha online dolgoztok, az értékesítési csatornák, amit egyszer fölállítasz, azok attól dolgoznak, posztolás kérdése egyébként, azok dolgoznak, meg megosztják az emberek, de az első számú prioritás az mindig a csapatépítés, és az üzletfüggetlen, tehát az a csapat, aki veled szimpatizál. Erről teszem, hogy most tudjátok, állnak kint az emberek ilyen, hol lesz az egyik pártnak, hol a másiknak a jelöltje, és akkor így szólítgatják le különböző trükkökkel az embereket, és akkor írjunk alá, meg ezért, és
nem azt mondom, hogy hasonlót kell csinálni, mert ezt ne, hanem én biztos, hogy hogyha nekem engem megbíznának egy ilyen pártnak a fölépítésével, én online marketinget csinálnék, és nem csak akkor, mikor már tűzég, tudod. Tehát mikor 2-3 év múlva választás, vagy hogy hónap múlva csináljunk már egy kis kampányt, ne. Hát akkor ez csak az én véleményem, és nem politizálok, az úgy minden nap, nem? Tehát annak a pártnak képviselője az úgy minden nap képviselje már azt, és csinálja azt, amit mond meg. Tudod, így mindig az eredmények, az yes, most megint egy új munkahely, yes, megint egy, tudjátok, hát ez így van-e, vagy nem, én nem nagyon látom, de hangsúlyozom, hogy nem megyek bele a politikában, mert tök hülye vagyok hozzá, csak én így csinálnám magát azt a módszert. Hogy így beszélgetnék minden nap az emberekkel, kikérném a véleményüket, ahogy most is csinálom, hogy beszélgetek veletek, csörtézünk, mesterelmézünk, hogy ezt kéne, tényleg, és haladunk előre. Tehát nem, tehát így írjatok majd a kommenteket, hogy valahogy így kellene különböző szervezeteket irányítani. Nem? És akkor visszatérve erre, hogy ugye oda köréd ülnek azok az emberek, akikkel csinálod együtt mondjuk az üzletet, és sokan kérdezi tőlem, hogy Vili, mit lehet erről az üzletről beszélni, vagy bármelyikről? Hát hogy mit lehet? Hát minden nap változik az egész. Minden nap valami érdekes van. Egy érdekes dolog biztos, hogy van, hogy minden nap lehet venni csomagokat. Sőt, minden nap a jutalékból önműködően, tehát külső erőforrás nélkül kényelmesen lehet fejleszteni az üzletet. Hát mondjatok nekem még egy olyan üzletet, ami önműködően épül. Akkor is, hogyha nem szólsz egy szót se senkinek se. Tudtok olyan üzletet? Nem nagyon. Most igazán, megmondom őszintén, a biztonság miatt én nem nagyon lépnék be. Most a saját reklámunkat csinálom, ugye, de vigyáznék azért. Itt azért megvannak azok a feltételek, hogy nyugodtan tudjuk az építkezést csinálni. De viszont ez a kávé mindenki kiszállít engem, de mert le kéne szoknom róla, na mindegy. Szóval, oké, ha már benne vagyunk az üzletben, akkor tudjuk ezt jó kommunikálni, hogyha megértjük. És ezért adtam ennek a tréningnek a címét az, hogy értsük meg az üzletet. Tehát én is, amikor ajánlották először, meg úgy többünknek, akik már úgy benne vagyunk és tényleg lelkesek, nem értettük az elején, és nem azonnal mondtunk igen. Tehát neked se fognak azonnal igent mondani, ezt értsd meg, bár ha jó a kommunikáció, akkor ugye első az, hogy rád figyeljenek, akkor utána semmi gond, mert de megértik ők is az üzletet, de csak akkor, hogyha te megmutatod nekik. És most lehet, hogy nem leszek ezzel népszerű, azzal nem fogják megérteni az üzletet, hogyha, mit tudom, heti szinten tartasz, vagy két hetende, vagy egy hónapban egy prezentációt, és lenyomod a PowerPointot. Tehát azzal még az emberek nem fogják megérteni az üzletet. Legalábbis én nem érteném meg. És azt látom, hogy sok esetben mindig ugyanaz a prezentáció. Ezt fel kell venni, ezt a prezentációt, és neked személyesen kell megmutatnod, illetve, hogyha vannak prezentációk, természetesen, ez már nem bírom magukkal ezek a... Tehát, hogyha van központi prezentáció például, oda hívni kell embereket, de hangsúlyozom, az én saját véleményem, nem igazán vannak új emberek a prezentációkon. Én azt látom, hogy ezeken az összejöveteleken sokkal többen vannak. Hangsúlyozom, ez az én véleményem, nagy, az legyen azt, hogy a Vili ma megint ellenem egy valami rendszernek, tehát nem. Csak én azt látom, hogy egy jó kommunikáció, meg innen elhívni, tehát ha én innen elhívlak benneteket egy központi prezentációra, akkor az ütős tud lenni, tehát elő kell marketingelni. De én személy szerint, ez csak az én véleményem, nem igazán tartom azt most pozitív dolognak, hogy mindig ugyanazt a prezentációt, mindig nyomni, hát azt lehet másképp is, de hangsúlyozom, nehogy az legyen, hogy most én most így reformálni akarok, vagy bírálni, vagy bármi, csak nekem ez a véleményem, mert nekem nem jött be az a dolog, hogy állandóan preziztem,
és ez jobban bejött, amit most csinálunk. Na, oké. Szóval meg kell érteni az üzletet. Na most ahhoz, hogy megértsük az üzletet, azt csinálni kell, és itt például a Lysis-nél, és most nem a Lysis-nél a prezentációt bíráltam most hirtelen, hogy belekavarodtam, nehogy véletlenül, hogy Istvánunk megharagudjon rá, most arra gondoltam, de tehát nem erről szól a dolog, gondolom tudjátok, hogy miről akarok így beszélni. Tehát menni kell a központi prezentációra, csak előmarketingelés után, tehát ezt akartam ki. Remélem ebből nem lesz gondom. Na, szóval, meg kell érteni az üzletet. Most mit lehet ebben megérteni? Első számú megértés az, ami nekem nagyon nehezen esett le. Mi a jó francból tudják kifizetni azt, hogyha valaki mondjuk hirdetéseket néz? És hangsúlyozom most, konvertálj saját üzletedre, mert itt kérdőjelek lesznek a fejedbe. Lehet, hogy most benne vagy mondjuk egy jó kis, úgy néz ki egy jó kis hype cégbe, és gondolkozz el azon, hogy miből fogják ezt kifizetni, ezt a sok magas hozamot ígérő jutalékot egy év múlva mondjuk, vagy két év múlva, és rá fogsz jönni lehetetlenség kifizetni. Nagyon érdekes. Tudjátok, hogy mikor jöttem erre rá? És tényleg bedőlt két olyan hype cég is, amiben én benne voltam. Egy saját kárommal, a másik meg itt a Lysis-en értettem meg. Azért, mert megnéztem a termékpalettát. Ha csak a termék palettán csak a hirdetés lenne, ez a cég már nem élne. Lehet, hogy élne, mert jó gazdag cég, tehát jó pénzes háttérre rendelkezik, de biztos vagyok benne, hogy megsínlette volna elég komolyan. Hogyha Laci itt vagy, tudsz erre referálni, hogy azért az rezegne a léc, hogy csak az egy lenne a bevételi forrás, hogy az aviba csak az a pénzösszeg menne. Úgy nem biztos, hogy ez úgy működne. Viszont fölállított a cég, és azt, hogy most konvertálj, hogy nálatok van egy ilyen, és ha nincs, akkor menekülj, fölállított a cég több terméket. Olyan termékeket, amit nem muszáj neked használni, az egy dolog, hogyha elmész, akkor mit tudom én, a licitnál nyersz, az egy dolog, de nem veszítesz semmiképpen, nem muszáj neked kaszinozni. A kaszinó az azért van, mert a világ egyik legjobban jövedelmező pénzforrása, és az embereknek az ott elköltött pénzének egy része, tehát a nyereségnek egy része, az ide megy az aviba bele. Az avi az a... Laci, írd már ide az avinak a pontos, hogyha itt vagy, jelentését, de az a lényeg, én úgy fordítottam, ez egy olyan pénztartalék, amiből folyamatosan tudják működtetni a hálózatépítőknek a pénzét, a rendszert. Tehát nem csak abból van ugye pénze a Lysis-nak, hogy a hirdetés, hanem ott van a kaszinóipar, ott van ez a licit oldal, sportfogadás, rengetegen használják, plusz ott van ugye az X-Pro, az X12 Coin, ami egy külön téma, amiről én nem beszéltem még nektek. És akkor még most is lesz, még mindig lesz egy olyan érdekesség, ami még gazdagabbá teszi ezt az avit. Amiből kényelmesen ki tudják nekünk fizetni a jutalékot. Ugye most elmondtam valamit nektek, egy ilyen szűk körben vagyunk, egy biztonságot. Elmondtam nektek egy biztonságot. Annak idején, csak mondok meg egy ilyen egy összehasonlítást, amikor én táplálékkiegészítő iparban voltam, elindult a 80-as évek, 80-as, azt hiszem, igen, annak a 80-as évek elején egy üzlet, ami fogyókúra iparban volt, és kettő terméken indultak el, hatalmas fölfutással, viszont rájöttek arra, hogy szélesíteni kell ott is a palettát, mert csak abból nem tudják finanszírozni azt a marketing tervet, amit ugye elindítottak. Már ott is. És nézzétek meg, nem tudsz nekem mondani olyan céget, ami egy lábon van, egy termékből van, és abból tudják finanszírozni mindent. Mindig előbb-utóbb kialakultak termékek. Még a Rénnél is, ami ugye elindult X idővel ezelőtt, hozzá kellett tenni egy terméket, holott az egy szuper termék.
Vannak ezek a kávék, kávé bizniszek, ott is hozzá kellett tenni kapucsinót, meg ilyen kávét, olyan kávét, tehát nem nagyon tudsz olyan céget mondani, én legalábbis nem tudom, ami csak abból áll, hogy egy termék. Még az MV, nézzetek meg, ott is elindult a mosószer, aztán rátették a vitamin, meg már mindenféle ízét. Mi a fenének? Hát ezért. Ezért, mert nem tudta, meg mindig valami újat kell adni. És most ide jövök ezekhez a pénzügyi szolgáltatós, úgymond hype cégekhez, hogy vannak ugye a csomagok, és az mellett basszus, nincsenek még olyan biztonsági tartalékok, amik, hogyha véletlenül megborulna az a csomag, mert megborulhat. Mert lehet, hogy az elején jól néz ki, meg úr, de szuper, menjünk minden, de én nekem a tapasztalatom még mindig az volt, hogy basszus, megborultak ezek a cégek. Nem tudom, hogy nálatok volt ilyen tapasztalat, vagy csak én vagyok ilyen izé, hogy jó dübörög izé, és akkor ez csak így bedől. És ez rövid időn belül, 8 hónap, 1 év. Na most ezért mondom, hogy vizsgáljátok meg azokat a cégeket, amiben vagytok. És hogyha nem látok akkora víziót, akkor tényleg valami macera van. Tehát meg kell érteni a céget. Én nagyon sokáig nem értettem meg. Megmondom őszintén, mert még mindig azon izéltem, hogy hajj, most akkor nézegetni kell a hirdetéseket, oké, megvannak ezek a különböző termékek, abból hogy van, és igazán, amikor elkezdtem egy 1000 euróval, ugye kiegészítettem a kezdeti 20 csomagomat egy 1000 eurós nagyobb csomaggal, akkor értettem meg igazán, mert saját bőrömön tapasztaltam, ugye a munkatársi jutaléktól kezdve, tehát minden kicsit jobban indult el. És ezt azért mondom, mert lehet, hogy tényleg megsértettem valakit, hogy ilyen 4-5 csomagos hozzáállással, tehát tényleg akármelyik céggel, tehát nem volt szándékomban senkit megsérteni, de épp beszéltük Lacival, hogy nem lehet az embereket becsapni, hogy és ez is a megértéshez tartozik, hogy gyere be egy-két csomaggal, az majd lesz valami, meg gyere be ingyenesen, és akkor nem kell itt semmit, csak majd csak csapódik hozzád valaki. Nem. Meg kell érteni, ez egy üzlet. Ez egy olyan dolog, és tudom, hogy már egy könnyötökön jön ki ez, amit én mondok, és remélem, hogy így van, meg már unjátok, de ezt kell sugallani. Ha megérti valaki az üzletet, és bármelyiket, nem csak ezt, akkor elkezd a gondolkodása nagyobb szintre emelkedni. És nagyobb szinten való gondolkodáshoz jönnek oda a csatlakozók. Nekem ugye van egy módszerem, egy pillanat. Itt a kabelám, látom? Nem mutattam, mint húpikéktől. Szóval nekem van egy olyan módszerem, hogy nekem ne kelljen sokat rohangálnom emberek után, jöjjönnek ők utánam. Mindenkit így léptettem még be eddig. Senkihez nem mentem oda. Ha te is szeretnéd, hogy ez így alakuljon, akkor meg kell értened az üzletet. Ugyanis ha megérted az üzletet, és ezt kommunikálod, és naponta, nézzetek meg, én nekem nem megy el úgy már napom, hogy valamilyen szinten nem azt mondom, hogy reklámozom, mert nem reklámozni kell. Ez nagy tévedés. Hiába reklámozol te. A reklám az olyan, hogy az egy grátis, hogyha arra lehet. Jó reklám, persze van a Coca-Colának is, meg különböző. De most nem erre gondolok, hanem igazán a reklám az a jó kommunikáció, ami a szívhez hat. Tehát nézzetek meg, ha már említettem a Coca-Colát. Nézzetek meg a Coca-Cola reklámokat, szenzációsak. Mindegyik érzéssel kommunikál. Egy egyszerű liftben, a legújabb reklámja, egy egyszerű liftben kinyitják az ajtót, aztán elakad a lift, és akkor most mi lesz tovább, és együttnél van egy Coca-Cola, és a nagy hőségben elkezd inni egy Coca-Cola. Egy egyszerű érzés, és odaadja azt a lánynak, mert az is van ott talán egy hölgy, vagy fordítva, mert azt annyira nem emlékszem, de érzés, hogy de jó, hogy ez mindig velünk van, bármi van a bajban, ez mindig velünk van. De ez micsoda?
valaki megértette a Coca-Cola-nak a jelentőségét, ami a vízióját, hogy azt akarták, hogy az mindig velünk legyen, és a bajban is nagy hőségben, és akkor iszod a kólát. De ez nem az, hogy kiírják a Coca-Cola-nak a összetételét. Hát szép reklám lenne, nem? Lehet, hogy elszaladnánk a francba. Kiírják, hogy mindenféle olajak vannak benne, meg még az anyósunk is benne van. Tehát értitek a lényegét? Meg kell érteni az üzletet. Tehát mai házi feladat lesz majd, hogy járj utána a dolgoknak. Hogy mit, hogyan fizetnek ki nálatok, hogyan tudod hosszú távon üzemeltetni ezt az üzletet, mi az, amivel gyorsan tudsz pénzt csinálni, ugye a tegnapi tréning erről szólt, és remélem, hogy leültetek a szponzorra egy picit csörtézni, hogy fia, szponzi, segíts nekem, és akkor tudod, úgy te menj mindig a szponzor után egyébként, tehát de ne az legyen, hogy várod, hogy majd hülye szponzor, majd csak fölhívod, azért szponzor ő, hogy nem. Mindig az van, hogy a szponzorok az a feladata, hogy majd erről is egy pár ilyen tréninget csinálunk, hogy ő mindig a legújabb információkat tudja neked adni, hogy előrébb lépjél, meg ő hátra néz, és látja fölülről a te üzletedet. Ugye, hogy jó kommunikálsz-e, jó-e az, amit csinálsz. Nekem is néha Laci mondja, hogy figyelj, oké, ezt nem mondd, ezt viszont mondd meg, ezt meg hangsúlyozd ki. Tehát értitek? Tehát főleg én kommunikációra veszlek rá benneteket, és ha megérted az üzletet, tudod, mi fog történni? Az fog történni, mint velem tegnap például, hogy fölhív engem a Rottek Laci, és valami ilyesmit sugallott nekem, hogy fi, most már megértettem, basszus. Oh, jaj, valami csuda dolog történik. És láttam a Laci, hogy az a nyugodt Lacit láttam, nem azt, hogy jaj, most akkor hogyan lesz. Ez mind azért van, mert én megértettem az üzletet, és meg tudtam értetni vele az üzletet. Tehát, hogyha valaki nem csatlakozik hozzád, mert pancser módon csinálod úgy, mint ezek a utcai leszólítgatós emberek, hogy ne várd azt, hogy majd jó eredményt fogsz elérni. Főleg akkor, hogy te nem érted az üzletet. Hogy hiába vannak itt ezek a csomagok, hogy nem szaporodnak ezek úgy, mert különben is így tudod, így zsvágva. De ez így nem. Meg kell érteni. Viszont, ha megérted, akkor elkezd a szemedbe, tudod, így a tűz kigyulladni, hogy basszus, hát, miért nem kezdtem el hamarabb? Tudjátok, hogy szítom én magamat? Tudjátok, hogy Laci, meg tudom, hogy röhögsz most rajta, mert Laci állandóan ostromolt, de mondhatjátok azt, hogy Laci, akkor miért nem tudod téged behozni? Azért, mert nehéz egy olyan embert behozni, akinek az üzlete most dübörög. Tehát amikor nekem Laci szólt, gyerekek, épp akkor mentem Dubajba, az a cég igazgatói ezért íratott alá velem meg. Tehát most akkor hogy keresett volna meg? Megkeresett, csak persze a nemet mondtam. De, és ezt fogadjátok meg tőlem, mindig vannak az emberek, meg lesznek is kereső fázisban. Azt mondja David Wood, mindig eljön az a delelés, és amikor a delelő időszak van, akkor az ember kereső fázisba tud kerülni, és a kereső fázisú embereket tudod behozni magadba, majd magadhoz. De úgy, hogy napi szinten neked kommunikálni kell, hogy megértetted az üzletet. Na most gondolkozz el azon, hogy tudsz-e lelkes lenni egy darabig, hogy még nem milliókat keresel, csak tudod a cégnek a vízióját, tudod, hogy itt már mások mennyit keresnek, tudod azt, hogy itt ez egy komoly dolog, tudsz-e rászánni egy pár hetet, egy pár hónapot, hogy tudod úgy elkezdje tolni a mozdonyt. Tudsz-e rászánni? Mondhatod nekem azt, hogy könnyű neked, ezt mindig azt hallom, könnyű neked, mert van annyi pénzed, hogy megtehetsed ezt. Mindig, amikor erre gondolok, mindig eszembe jut, amikor ültem ott a Tisza parton, és most mi lesz. De
mindig volt az, amikor betartottam egy törvényt, hogy tedd el tudod a fizetésed 10%-át. Tehát most ezt most hallott tőlem először, akkor nagyon gyorsan kapd össze magad, és bármennyi jövedelmed van, annak a 10%-át rakd el. Bármennyi. Én nekem akkor is megvolt ez, és el tudtam indulni. Tehát mondhatod azt. De amikor megtanultam ezt, hogy el kell rakni 10%-ot, akkor egy úgymond rákdiagnosztizált, teljesen csóró, zöldséges ember volt. Akkor nem volt félretett pénze. Semennyi. Mert nem is tudta. A Herbalife-nál Jim Rohn mutatta meg először. Tehát nem mondhatod azt, hogy könnyű neked azt. Hát persze. Hát könnyű. Most már. Tehát nézd meg, hogy most milyen helyzetben vagy, és nézd meg, hogy érdemes-e rászállni magad arra, hogy beállj a sorba, és egy biztonságérzetet minél hamarabb kialakíts magadnak. Hangsúlyozom, ha van másik cég, akkor azt nyomjad, ha nincs, akkor viszont meg labilis, meg rezeg a léc, nagyon gyorsan kezd el a pénzmagnak a szaporítását nálunk, mert így fogod összetenni a kezedet, hogy basszus, de jó, hogy szóltál, de jó, hogy de akkor azt mondtad, hogy fú, meg de jó, hogy akkor kirúgtad a lábamat, amikor azt mondtad, hogy ez az öt csomagos hozzáállás, az nem jó. Itt nem lehet tyújtyúidatni embereket. Ezt meg kell érteni. Itt is az, hogy értsd meg az üzleti filozófiát, meg saját magunkat rendbe kell lenni ahhoz ki, arra, hogy tudjunk teremteni. Tehát nem lehet úgy teremteni, hogy ez meg majd lesz valahogy, tudod így. Hát most akkor elmegyünk szavazni, és akkor gyorsan ottan leszavazunk a legjobb pártra, és akkor majd így csinálunk. Nem. Ha ez a filozófiád, akkor szavazz, amire szeretnél, de akkor dolgozni kell, nem nagyon, mindig dolgozni kell. És ez a dolgozás, ez nem az a tudod, az a menjünk el műszak után GMK-zni, aki velem egykor azt ezt tudja, miről beszélek, hanem minőségi szolgálatot tenni az embereknek. Ismeritek-e a Kassa Tamásék módszerét? Ugye elő lezár a specialista. A Tamásnak van egy módszere, hogy az ő embereit kiképezte úgy, hogy ingyenesen kellett az embereknek lehet, hogy is mondani, hogy szolgálatot tenni, tehát tanítani más embereket. Ő kiképezte őket, és például Nacis Tamás, hogyha ismeritek, ő ott tanult a Tamásnál, ugye a lezárást, de elmondták ezek a srácok, hogy egy pár hónapon, lehet, hogy egy éven keresztül is, azt hiszem, egy éven keresztül is ingyen kellett nála előadásokat tartani embereknek. Nagyon sok olyan történetet ismerek, ahol először ingyenesen kellett dolgokat csinálni. Megnézték a cégnél, hogy ez az ember alkalmas-e rá. Nem adtak neki addig pénzt, ameddig még meg nem tudtak benne bízni. Régen az inasokat is. Ó, oké, kaptak kaját meg, szállást, de nem kaptak fizetést. Értitek? Nagyon el vannak tévedve, most csúnyát mondok a mai fiatalok, azok a fiatalok, akiknek a szülei nem olyan beállítottságúak, hogy megértessék velük, hogy a legfontosabb az, hogy úgy tudják szolgálni az embereket, hogy többet tudjanak nyújtani, mint amennyit elvárnak tőlük. Ha én drága fiamat, a Danit ismernétek, ő benne be van kódolva ez. Egyszerűen látom, hogy ő kétszer annyit ad, mint amennyit elvárnak tőle. Ha valami feladat van a cégnél, ő két kézzel jelentkezik. És ugyanez van a lányomnál is. Az utolsó pillanatig, ugye most egy hónapja van, hogy három hetet szüljön, még mindig vállalt fodrász feladatokat.
Azért, mert többet tud nyújtani, mint amennyit elvárnál tőle. Nem lenne rászorulva. De ott van benne ez a szolgálni akarás. Megértette azt, hogy ha ő értékessé válik, akkor megfizetik az ő munkáját. Tehát itt is, ezt is meg kell érteni, hogy ha nem vagyunk értékesek, nézd magadba, és rengeteg érték van, hidd már el, csak az a baj, hogy sokan így nem értik azt, és szétdarabolják magukat különböző helyeken, ahelyett, hogy mondjuk megtanulnának úgy kommunikálni dolgokról, hogy értéket tudjanak adni. Természetesen most lehet, hogy egy ilyen nagyképűnek gondoltok, hogy én a kommunikációban látom az én szolgálatomat. Nem csak ezzel szolgálok egyébként embereket, de ez a legfőbb dolog, mert ha én megtanítok egy embert kommunikálni úgy, hogy őtől megvegyék a dolgokat, akkor ez egy hatalmas szolgálat szerintem. Lehet, hogy néha jártatom a számat, de én tudom, hogy abból az ember tömegből, aki most bennünket ebbe a csoportba is körbevesznek, szerte a világon néznek. Hogyha nekem egy ember, 90 nap alatt, ha egy ember karrier tud befutni, akkor én összetettem a kezem, és azt mondtam, hogy hú, ez egy jó dolog volt. Azért, mert megértettem ennek a filozófiáját. Értitek? Olyan nincsen, hogy például nem tudsz pénzt teremteni. Nincsen olyan. Értitek? Én nézem sokszor a Torontóban néztem ezeket a kolbusokat. De részletet Pesten is, vagy bárhol. Ők, ott is vannak profi koldusok. Vannak olyan koldusok, akik profin űzik ezt, 4-5 ezer dollárt is össze tudnak szedni egy hónap alatt. Tudtátok egyébként? Egyik barátom ezt kipróbálta, dusgazda srác volt, aztán úgy egyik nap úgy olyan kedve volt, hogy leül már egy kicsit, hótszakadt ruhát fölvett, elkért az egyik valakitől, azt mondja, egy festős ruhát, és akkor így leült így koldulni. És rendesen jöttek a pénzek, az a probléma, hogy oda mentek hozzá azok a területfoglaló emberek, akik szintén ilyen koldusok voltak, hogy takarodjon onnan az ő helyükről. De egyébként tökre jöttek egy darabig a pénzek. És azért mondom, hogy bármibe belefog az ember egyébként, a magyar meg főleg ilyen ám egyébként, az a jéghátán is meg tud élni, ha megérti azt, hogy ő hogy tudja szolgálni az embereket. És itt a LifeSix-nél például, hogy mondhatod, hogy ebben hogy szolgálom most az embereket. Hát basszus, az nem szolgálat, hogyha tudunk adni egy olyan valamit az embereknek, amivel föl tudnak lélegezni. Mert nézd meg, hogy most hány olyan dolog van, ami úgy biztonságot nyújtani, és föl tudná lélegezni. Hány olyan dolog van? Írd össze, hogy nézd szét a neten, hogy hány olyan dolog van. Az, hogy jönnek föl gomba módra most, hogy tartom ezt a tréninget, körülbelül 100 cég megjelent Magyarországon, és akkor adja neked a jobbnál jobb ilyen ajánlatokat. De nem olyan sok ember van, aki kommunikálna napi szinten arról, hogy ez milyen jó üzlet. Tudjátok, hogy miért nincs olyan sok ember? Azért, mert nem mernek kiállni. Nem mernek kiállni napi szinten. Hogy ez azért jó üzlet, mert. Ez azért jó, mert ez a pénz már ez így szaporodik. Mondhatjátok, hogy hát ennek is lehet rizikója. Igen, mindennek van rizikója. Viszont ha megérted az üzletet, ezért gondolkoztam, hogy ha megérted te is az üzletet, akkor már nem kell az se, hogy engem hallgass például. Mert meg tudod önmagaddal értetni ezt, hogy basszus, leesik a tantusz. Itt van egy közöttetek olyan, írjatok már be, akinek már így leesett, hogy basszus, ez erről beszél. Akár a saját cégednél is természetesen. Hát ez ezért jó. De mindig jusson eszetekbe az, hogy nem a cégről szól a dolog, hanem arról szól, hogy te megértetted-e a céget, és tényleg a te utadba belepasszol ez.
Mondok egy érdekes dolgot, nem biztos, hogy a te utad ez. Ezért vannak ezek a lemorzsolódások. Mert lehet, hogy neked van egy kósza eltévejedés, hogy most beiratkoztál például ez a céghez is, vagy akárhova. Mert neked nem az az utat, lehet, hogy neked az az utat, hogy egy szállodába mondjuk egy jó kaját csinálja az embereknek. Mert most képzeld el, hogy milyen lenne, hogy elmennénk, és nem főzne senki, mert ő lágszicszelezik. Bár én azt látom, hogy egyre komolyabb emberek, úgymond komolyabb emberek, hogy akik nagy pénzekkel játszanak, most elkezdik komolyabban figyelni ezt a céget, és raknak be. És ez az ötlet, amit Laci, tényleg, hogy beszélgettünk, ez volt az, amit mondtam, hogy basszus, elfelejtettem, hogy ezt fel kellettem írni magamnak, hogy naponta olyan emberek keresnek meg bennünket, akik nem 1000 dollárt, vagy 1000 eurót, nem 2000 eurót, hanem 10, 20, meg 50, meg 100 ezer euróba gondolkoznak kezdésként. Nem tudom, hogy érzékeltetem-e, hogy ezek az emberek hülyék lennének. Tőzsdei szakemberek, akik komoly pénzekkel játszanak a tőzsdén, jönnek be most a hálózatunkba. Tegnap volt egy ilyen éppen. Tehát ezt azért mondom, mert eljön az az idő, amikor sok embernek elege lesz az úgymond, tehát még több MLM sérült lesz ezeknek a hype cégeknek köszönhetően, de attól független az embereknek nagy százaléka szeretne több embernek a jövedelméből részesülni, és lehet, hogy most sérülnek. De előbb-utóbb ez a sérülés elhalványul, mert rájön arra, visszamegy mondjuk egy munkahelyre, aztán nyomja, hogy basszus, nem tudom egyedül előteremteni. Kellenek csapatba emberek, akikkel együtt dolgozunk meg. Ha egyszer megfertőződtél a csapat szellemmel, ha egyszer voltál szponzor, aki egy csapatot fölépített, és tudjátok, ez egy életérzés. Ez olyan, mint a motorosoknál, hogy szeretnek valahova tartozni. Ha te szereted a csapatodat, én szeretlek benneteket, szereted azt, hogy ott vannak körülötted, és beszéltek, és pénzt kerestek, és tényleg működik az egész. Egyszer megfertőzöttél, akkor az nem fog elmúlni, ez újra elkezded. Hát, hogyha a Tornyos Lacit barátot megkérdezitek, hát ő is benne volt már több olyan cégbe, amiben életét, vérét adta, és aztán végig kiderült, hogy mégse úgy, meg megváltoztatták a marketing tervet. Mi történt vele? Laci, MLM sérült lett, én tudom. És utána valahogy mégis megfertőződött, mert egyszerűen nem lehet szavakkal kimondani azt, amikor kint vagy a tengerparton, vagy tényleg a szabadság érzését megkaptad is, és tudod, hogy minden nap le tudsz venni a számládról pénzt, meg hogyha véletlenül beteg vagy, mint múltkor a Laci egy műtéten esett keresztül, és több pénzt keresett a kórházban, mint hogyha otthon lett volna, mert folyamatosan csatlakoztak az emberek is. Az infúzió be volt kötve, az iPhone meg lapozgatta Laci, és nézegette a hirdetéseket, és csatlakoztatott embereket. Így volt, vagy nem így volt? Tehát ezt azért mondom, mert ha megérted ezt, ezért van ennek a tréningnek a címe, hogy meg kell érteni ezt, akkor már csak az kell, hogy összeszedjed azokat a tudományokat, amik még jobban előre visznek. Ugye elkezded meg a meghívástól kezdve a kommunikációs technikákat, az online technikákat, amiket mindig mondok, csemege videókat adok, olyan mestereknek a műveit adom oda, ahol élesben, eredetibe tudod hallgatni, le lehet fordítva minden. Tehát mi kellene még ahhoz, hogy én adjak például nektek, hogy elkezd az üzletet? Kifogás. Mennyi kifogáskezelést kell még megmutatni ahhoz, hogy valaki elinduljon ezen az úton? Bármelyik üzletbe egyébként. Meg kell érteni ezt. Ezt szeretni kell, ez egy szakma. És hogyha most így először hallod ezt, bár hogyha hallgattad sorba a videókat, mire ideértél, már így a
hogy a fejedben már körvonalazódott, hogy ez a hadonászós űrge, ez mit akar, mármint, hogy én. És akkor jöttök kezdve már nem kétség az, hogy oké, okay, akkor gyerünk, csináljuk, csak mind, és akkor haladjunk. Mert nagyon egyszerű üzlet ez. Tehát én még ilyen egyszerű üzletet nem láttam. Ugyanis nem kell semmit csinálni tényleg. Idézőbe semmit. Dolgozni kell annyiba, hogy a megértésedet kell elmondani az embereknek. Kommunikálod, természetesen lehet, tehát itt meg kell tanulni, hogy hogy beszélgessél az emberekkel. Ezért nem szabad vitatkozni senkivel, ezért nem szabad elküldeni senkit se, hogyha valaki felajánl nektek üzletet. Mindig mondjátok, hogy figyelj, oké, okay, biztos jó az ajánlat, csak én most benne vagyok abba az üzletbe, amiben most beleszerelmesedtem. Egyszerűen átérzem azt, hogy most milyen jó nekem is. Oké, okay, hogy te jössz és megtisztelsz, hogy egy ajánlatot adtál nekem, de én most ebben jól érzem magam. És azt, hogy te őszintén mondod így a szemébe, hogy én jól érzem magam. Olyan jó, hogy tényleg minden nap ki tudok venni pénzt. Olyan jó, hogy minden működik klappul. És ez egy jó érzés, mert olyan régen volt ilyen, így mondod. És akkor el fogsz csodálkozni, hogy nem tud az ember ezzel mit kezdeni, hogy vagy az, vagy hozzád csatlakozik, vagy megnéző, hogy te mit csinálj. Sőt, mondjad is, hogy ne csatlakozz. Ne csatlakozz, fölösleges, hogy ingyenesen regisztrálni, bár ott vannak a regisztrációs lehetőségek, mert akkor gyere ide, hogyha tényleg komolyan gondolod. Mert azért, hogy most, tudod, ez is az, hogy kipróbálom. Tudod, tegnap is mondtam, kipróbálom, ne próbáld ki. Ezt csináld, mutatom, hogy hogy kell, és jönnek az eredmények. Tudjátok, sokan, és ez is kommunikáció, hogy meg kell tanulni, hogy az emberekkel hogy kell beszélgetni. És hányan elhajtottok ti is embereket, hogy hagyjam meg az üzlettel, az én üzletem az igaz, hogy tényleg szar. Nem. Mert képzeld el, hogyha ezt okosan kommunikálod, úgy, hogy az elején mondtam, akkor az emberek elkezdenek rád figyelni. Hogy egyszerűen csinálj egy csoportot, mint én, és kommunikálj az embereknek az érzéseidről, de addig nem tudsz kommunikálni, ameddig te meg nem értetted ezt az üzletet. Úgyhogy szerintem jó körbe jártam ezt az egészet, és hát én azt kívánom nektek, hogy minél hamarabb ízelődjetek bele a saját üzletetekbe, ha itt vagytok az iSystem-nek, a meg ebbe, és értsétek meg. Ha nekem sikerült megértenem, és az úton vagyok, akkor nektek is. Én nagyon fafejű vagyok, tehát nagyon kukacos, meg tudod, ez az igazi ilyen szarrákú vagyok, amikor arról van szó, hogy nekem ezt majd kommunikálnom kell. És nézzetek, és az utolsó szó ma, nézzetek a dolgok mögé. Nézzetek a dolgok mögé, hogy mi lehet itt, hogy egyre több ember figyelgeti ezt a dolgot. Mi lehet itt a háttérben? Én tudom, mert vannak már víziók, nem mondhatok még róla dolgokat, de ezek nagyon komoly dolgok. Úgyhogy van miről beszélni. Úgyhogy ennyi lett volna az a mai reggeli tréning. Csak nem megyek bele a másik dolog, az a teljesen más téma. Itt a személyiségjegyeknek a pásztolásáról lesz van szó. Valamikor azt le kell, hogy adjam, mert nagyon nagy szükség van rá, látom. Úgyhogy látom, mert hétfőn leadom. Vagy ha lesz olyan indítatásom, akkor fölveszem videóra. Mert ez egy külön olyan téma, ami nagyon ide passzol, nagyon-nagyon fontos. Megmondom miért, mert lehet, hogy te elkezded az üzletet kommunikálni, és a társad például nem jó szemmel nézi. És muszáj ilyen személyiségjegyeknek a helyrehozataláról beszélni, mert én is gyakorlója vagyok ennek, és látom, hogy lehetett lekezelni dolgokat tök jó. Úgyhogy erről meg fogok nektek referálni, úgyhogy ennyi lett volna az a mai reggeli. Remélem, hogy tudtam ma is értéket adni. Sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és gyönyörű havas hétvégét nektek. Sziasztok!